Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket a Magyar Szolidaritás Mozgalom YouTube csatornáján. Első podcastjünk felvételét látjátok, látják Önök, és kérem Önöket, hogy lájkoljanak, iratkozzanak föl, és utaljanak a Magyar Szolidaritás Mozgalom ismert bankszámla számára. Elsőként két vendég van itt velem, Székely Sándor, a Szolidaritás Mozgalom elnöke, és Leitner Martin, a Szolidaritás Mozgalom közlekedési szakértője. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Jövőre, 2024 májusában önkormányzati választást tartanak Budapesten, és ezen kívül még 3199 településen nagyjából. Szolidaritás Mozgalom, vannak-e ilyen irányú elképzelések, hogy tehát hogyan fogtok politizálni a következő egy-másfél évben? Van-e terv, hogy indultok az önkormányzati választáson? Igen, hát tervek azok vannak. A Szolidaritás Mozgalomnak elég komoly múltja van önkormányzati választásokban. Budapesten főleg, de vidéken is. Indultunk is önkormányzati választásokon, és hát képviselőink is, sőt, hát polgármesterünk is volt már itt Budapesten szolidaritás színekben. Úgyhogy hát jelen pillanatban is zajlik a szervezet felmérése, hát nyilván, hogy kinek hol milyen ambíciója van, vagy hogy milyen konstrukcióban lehet, vagy akarunk indulni az önkormányzati választásokon, és a jövő héten, pénteken, tehát február 3-án lesz a közgyűlésünk, ahol én, mint elnök azt fogom javasolni a szervezetnek, hogy induljunk el a 2024-es önkormányzati választásokon. Remélem, hogy a közgyűlés ezt elfogadja, és akkor ez így lesz. Természetesen már készülnek programok Budapesten is és vidéken is, de hát erről majd egy kicsit később. Azt hadd kérdezzem meg, hogy nem pártszínekben indulnak, hogy nem keresnek egy olyan pártot, akihez lehetett csatlakozni. Miért fontos civil szervezetként, egyesületként elindulni, ha egyáltalán fontos, ezt majd elmondod nekünk. Hát ugye a Magyar Szolidaritás Mozgalom egy civil szervezet, aki már 11 év óta politizál, hol pártokkal közösen, hol önállóan. De hát őszintén szóval az elmúlt 12 év, tehát az elmúlt 30, de leginkább az elmúlt 12 évben azt látjuk, hogy a pártpolitika az, ami nem ördögtől való, de a városoknak, és hát leginkább Budapest életében olyan szintű problémát okoz már, hogy egész egyszerűen akadályozza a városok vagy a Budapest működtetését, mert egész egyszerűen a pártok pártérdekekből, ilyen országos politikai vagy egész egyszerűen csak pártérdekekből akadályozzák, hogy megtörténjenek dolgok. Itt sajnos mind a két fő erőt meg kell említenem. Nevesítsük. Tehát ugye nyilván, mint a Fidesz is, meg hát ugye az a hatpárti összefogás is, ugye a hatpárti összefogás, ha jól látjuk, minden kívülről egymás ellen is játszik, a Fidesz ugye mindent le akar uralni, és hát gyakorlatilag ugye semmi más nem vész el, csak az embereknek az érdeke, meg Budapest érdeke, és mi azt gondoljuk, hogy ezt be kell fejezni. Budapesten is, hogyha ránk hallgatnak a kedves nézők és választók, akkor a más vidéki városokban is. És hát a helyi embereket kell helyzetbe hozni, a helyi civil szervezeteket, akik a városnak, a kerületnek az érdekeit nézik, és azt szerint működnek, és nem lehet rájuk hatni, hogy most ne szavazd meg, mert bár a kerületnek jó lenne, de politikailag nekünk nem jó, mert sikerülne. Tehát ezeket ki kell venni, ezeket a hátráltató tényezőket, ezeket szerintünk civil szervezetekkel lehet megcsinálni, és hát a Magyar Szolidaritás Mozgalom 11 éve van benne ebben az ügyben, és hát mi most szeretnénk megmutatni Budapesten is, és hát jó pár vidéki településen is, hogy hogyan gondoljuk azt, hogy hogyan lehet a helyi ügyeket és a városokat, településeket felvirágoztatni. Sokan azt mondják, ugye, és nem is alaptalanul, hogy a Fidesz annyira kiherélte az önkormányzatokat, az önkormányzati törvénnyel, forrás elvonásokkal is, hogy ma már gyakorlatilag csak a városüzemeltetés tartozik a fővárosokhoz és a nagyobb megyei városokhoz. Igaz, nem igaz, mindegy, de valójában az egyik legsarkalatosabb kérdés a közlekedés. Ugye egy városban. Martin, te szakértőként hogyan látod Budapest jelenlegi közlekedését, és a Szolinak, Szolidaritás Mozgalomnak milyen ötletei, javaslatai vannak a javításra? Hát
Budapestnek a jelenlegi közlekedési helyzete, hát ezt több szintre is szét lehet bontani. Hát az utóbbi időben, ami egyértelműen fejlődött, az a kerékpáros infrastruktúra. A kérdés az, hogy ez minek a kárára. Kárára fejlődött a tömegközlekedésnek is, meg ugyanúgy a gépjármű közlekedésnek is. A tömegközlekedésnek azért például a Lánchíd esetében, mert ott mindenképpen rá akarták erőszakolni, hogy a kerékpárosok is átmehessenek rajta. Na most egy autóbusznak a végsebessége ugye 50 km per óra, egy kerékpári 20-30 esetleg van. Jó erőben vannak. Ilyen szempontból nyilván a Lánchídon nem lehet kihasználni azt a maximális teljesítményt, amit ki lehetne használni ilyen szempontból. Hát az egyéni gépjármű közlekedés meg egyértelműen a vesztese volt ennek. Lehet azt mondani, hogy ne üljenek autóba az emberek, de ahhoz meg kell teremteni az alternatívát. Ez sajnos Budapesten jelenleg nem áll fent. A belvárosban még lehet azt mondani, hogy van egy jó közlekedésünk, de minél inkább megyünk ki a városmagból, annál inkább kezd a színvonal csökkenni. Ez a színvonal csökken a menetidőkben, csökken a járat sűrűségekben, csökken a járművek állapotával is, tehát hiába vannak alacsony padlós autóbuszok, a legtöbbnek a rendelkezésre állása nem üti meg azt a szintet, ami kívánatos lenne. Ugyanígy a járatoknak a sűrűsége is, hát minél inkább megyünk az elővárosok fele, annál inkább ritkulnak. Uh-huh. Tehát ez, és akkor, ha már kérdezted, hogy milyen ötletek vannak a szolidaritás mozgalomnak, az egyik ilyen ötlet például inkább, nem is feltétlen ötlet, hanem egy ilyen kötelező szint, ami alá nem adhatunk. Hungária körúton belül maximum 10 perces követési idők hétköznap napközben, Hungária körúton kívül maximum 15 perces követési idők hétköznap napközben. Egész egyszerűen azért, mert ha egy járat ennél ritkábban közlekedik, akkor az utasoknak az már nem lesz egy olyan járat, ami ott van a fejükbe, és kigondolják, hogy akkor ők utazni szeretnének, és ha nincs ott az a járat a fejükben, mert azt mondják, hogy ha lekésem, akkor 20 percet várok, azt fogja mondani, hogy megyek autóval. Sajnos ez személyes példa, és ha nekem a Hungária körúton kívül kell mennem, akkor bizony autóba ülök, még a belvárosban eszembe se jut. Így van. Kerékpár, gyalog, motor. Jó, igen. Hát ehhez, ugye összességében arról van szó, hogy hát ugye Budapest az egy világváros, ugye Magyarország legnagyobb városa, az egy 2 milliós Sőt, hát Közép-Európában sem számít kicsinek. És hát ez már egy nagy város, pláne hogyha az agglomerációval együtt nézzük, pláne azzal nézzük, hogy ugye Budapesten, nem csak a Budapesten élők közlekednek, nem csak az agglomerációból közlekednek, hanem még rengeteg turista van, tehát tényleg több százezer külföldi turista is, vidékről is jönnek emberek. Szóval, hogy itt ez egy nagyon-nagyon komplex ügy. Nyilvánvalóan jogos gondolat vagy követelés az, hogy a belváros, amit nyilvánvalóan nem arra terveztek, hanem a 24. századra terveztek, hiszen 200 évvel ezelőtt kezdődött el a kiépülése, hogy ezt az autós forgalmat elbírja. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen valid gondolat, hogy Budapest belvárosát lehetőleg valahogy autómentesítsük, vagy tehermentesítsük. Ám de én azt is gondolom, hogy ezt nem a biciklisávok felfestésével kell kezdeni, ahogy az most sajnos megtörtént, hanem először ugye meg kellene építeni, először is kellene stratégia, hogy ezt hogy csináljuk meg. Én azt gondolom, hogy először is kellene a P+R parkolóhelyek, aztán meg kell oldani az agglomeráció, illetve a külvárosok tömegközlekedését befelé, lehetőleg nem buszokkal, hanem kötött pályás dolgokkal. És hogyha mindez megvan, ami ugye nem egy-két hónap, ugye ez szerintem egy 10-15 év azért ugye ezzel, és hogyha ezek megvannak, akkor lehet elkezdeni azt, hogy azt mondani, na jó, de akkor most akkor autóval, ha lehetne, gyertek be a belvárosba. Egyébként én is külvárosi vagyok, ugye én 20. kerületi vagyok. Ez egy nagyon komoly probléma a 20. kerületieknek, hogy hogyan jussunk el a belvárosba, vagy akár a város másik végébe. Hát
Hogy mondjam, én biciklivel járok a tavasztól őszig, de hát nagyon kevesen tesznek így természetesen Pest-Erzsébetről, amikor munkába mennek. Meg a két gyereket meg, sem két tudod gyereke, meg hát tárgyalásra menni. Szóval ez egy bonyolult dolog. Igen. És Pest-Erzsébet 10 kilométerre van a Boráros tértől, ami a belvárosnak a széle. Tehát hogy azért ez szóval én azt gondolom, hogy ehhez egy stratégia kell, hogy megvalósulhasson, hogy majd a Budapest belvárosában ne lehessen, vagy hogy kevésbé lehessen autókkal behajtani, de nagyon távol vagyunk ettől, és sajnos az elmúlt időszakban csak távolabb kerültünk. Igen, és az a helyzet, hogy ha megnézzük a forgalmi adatokat, akkor az gyakorlatilag a budapestiek mondják el úgymond a minden nap a véleményüket arról, hogy melyik közlekedési módot milyennek találják. Meg kell nézni a BKK teszkimindi forgalmi adatokat. Látszik, hogy gyakorlatilag az összes, szinte az összes helyen a kerékpározásnak a részaránya 2% körül van. Míg a tömegközlekedésé ilyen 60% szokott lenni, 40-60% attól függ, hogy milyen helyen. Ami egyébként tényleg egész jó. Tehát amúgy az egyébként nem olyan rossz Budapest tömegközlekedése, igen. Volt rossz. Igen, meg amúgy az is valamilyen szinten egy... Úgy érezzük az utóbbi időnek a közúti kapacitás csökkentése miatt, hogy Budapesten nagyon-nagyon sok az autó, ezt érezni úgy érezzük, de ha összehasonlítjuk egyébként a többi európai nagyvárossal, Budapesten ahhoz képest nagyon kevesen használható. Jó, a lakosság számra vetített autótulajdonok aránya, mert ugye az tényes való, hogy 11-2-3 óta megduplázódott a budapesti autótulajdonlás száma. Igen, hát most a budapestiek úgy számszerűen olyan 45%-a szokott tömegközlekedés használni, olyan 28-30% egyéni közlekedés, 15% szokott gyalogolni, és a maradék 2-3% kerékpározni. Tehát ebből látszik, hogy ez a kerékpáros infrastruktúra fejlesztés, ez nem... Egyelőre legalábbis nem igazán váltja be a hozzáfűződő reményeket, ellenben csomó helyen indokolatlanul kelt hatalmas dugókat. Most ideértő például a Nagykörutat, vagy például ahol a parkolóhelyeknek a felszámolásával oldották meg a kerékpársáv felfestést, ott pedig folyamatos parkolási gondokat eredményez. Jó, hogy felvetettétek a láncidat, hiszen a Lánchíd ugye Budapest szimbóluma, ezzel együtt az ország szimbóluma is. Ezt egy pár hete adták át ugye a tömeg és a taxi közlekedés előtt. Még azt hiszem, hogy gyalogosan se lehet rámenni, ha jól tudom. Ennek kapcsán megszólalt a szolidaritási mozgalom. Mit mondtatok a Lánchíd megnyitásával, illetve jövőbeni megnyitása kapcsán? Hát ugye... Azt mondtuk, hogy tehát ugye mi történt, ugye ebből is egy ilyen pártpolitikai csatározás kezdett el kialakulni. Ugye egyrészt a Fidesz szerintem nagyon buta módon, és ez szerintem elfogadhatatlan, hiszen azért mégiscsak az ország egyik szimbólumáról van szó, a Budapest egyik szimbólumáról van szó, a látszatról, elkezdett azzal jönni, hogy ők nem fizetik ki, amit a kormánynak ki kell fizetnie ebben az ügyben. Én azt gondolom, hogy ez tényleg teljesen felesleges, és ez biztos, hogy nem szolgálja Budapest érdekeit, meg Budapest lakosait, hogyha a kormány valós vagy mondva csinált okokból elkezd kihátrálni a fizetési kötelezettségei alól, szerintem ez nevetséges. Ám de sajnos azt gondolom, hogy a jelenlegi budapesti vezetés is hibázik, amikor elkezdte belengetni, hogy hát nem engedik vissza az autókat a Lánchídra. Ami, és hogy akkor ebből legyen egy ilyen, de még ez sem egyértelmű, hogy mi, tehát még azt nem mondták, hogy egy biciklis, meg akkor bizonyos autók fölmehetnek, bizonyos járművek nem, mert ez, tehát hogy, de hát hogy akkor végül is ugye azt sejtetik, hogy ki akarják venni a Lánchidat a budapesti közlekedésből. Én pont az előbb elmondottak miatt, vagy mi az előbb elmondottak miatt azt gondoljuk, hogy ez nem jó, ez káros, rossz a budapesti közlekedőknek, rossz az autóknak, rossz a gyalogosoknak, rossz a turistáknak, mert pont az előbb elmondottak miatt, hogy 15 év kellene ahhoz, hogy ide eljussunk, hogy le lehet zárni Budapesten hidakat, vagy bizonyos útszakaszokat, vagy a belváros egy részét. De hát ahhoz meg kéne csinálni a fejlesztéseket. Ez most, hogyha így ezt fogják tenni, az összes felmérés szerint, majd szerintem Martin erről pontosabb számokat is fog mondani, kellemetlen helyzetbe hozzuk egyébként a tömegközlekedőket is, egyébként az autósokat is,
És nem lesz jobb Budapesten közlekedni, megélni, tehát én azt gondolom, hogy hát ez egyik álláspont sem jó, és tényleg csak arra jó, hogy pártpolitikai ügyet csinálnak belőle. Igen, beszélni egy kicsit szakszemre a Lánchídról, mert nekem így laikusként ugye a legkisebb híd, legrövidebb híd, legjelentéktelenebbnek tűnik forgalom szempontjából, mégis miért fontos? Hát a Lánchíd az több-több szempont miatt is fontos. Hát egyéni közlekedésnek a kivétele az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a többi úthálózatra plusz 30 ezer járműkilométert teszünk naponta. És azt hiszem 1100, 11 ezer, bocsánat, ez most nem fontosan, de egy többlet teljesítményt adunk az úthálózat többi elemének. Emiatt értelemszerűen, és igazából ez látszik ma is, megnő a többi hídon az átmenő forgalom, és hát strukturálisan azért hiányzik a Lánchíd jelenleg, mert hogy a Ferenciek terén az aluljárót annak idején betemették, ezáltal a Dél-Budáról jövők a belváros irányába, a balra kanyarodásnak a lehetősége, az a Lánchídon keresztül volt optimálisan megoldott. Most ez hiányzik. Most az Erzsébet hídon lehet menni, és akkor vagy a rakparton, amit meg ugye szintén leszoktak zárni, nem olyan ritkán, vagy pedig legközelebb a Blaha Lujza téren, ahol meg a kerékpársávok miatt nem akkora az áteresztő képesség, vagy hát az Urániánál szintén nem lehet már elkanyarodni balra, mert ott meg a 7. kerület forgalom csillapított, és akkor egészen eljutunk a Baross térig. Tehát, hogy... Igen, az egy súlyos 3-4-5 kilométerekről beszélünk, azért Budapesten, az a belvárosában ezt megtenni... Igen, vagy pedig ugye a Margit híd, ami meg szintén egy állandó dugóforrás, tehát, és ott meg már ugye az észak-budaiak is azt a hidat használják. Tehát ilyen szempontból igenis a Lánchídnak jelenleg szükség lenne rá. Nagyon kellemes, nagyon könnyű helyzetben lennénk, ha egy nagyjából 50 éve tervezett autós aluljáró már megépült volna, a Csalogány utca és az Alkotmány utca magasságában. Erről még annak idején filmiradó is volt, de hát ez azóta sem épült meg, mint egyébként oly sok más fejlesztés Budapesten. Ideértve például, ha már aluljárókról beszélünk, beszéljünk akkor a közösségi közlekedésről, a metrókról. Tehát és ez a kettő, ez nagyon szorosan összefügg, mert a metróhálózatunk nem éri el még Budapest határait sem nagyon sokszor. Miközben a napi ingázók nagy része bőven Budapest határain kívülről érkezik, és egyébként az egyéni közlekedésnek a legnagyobb részét azt ők adják. Meg ott a komplett félkerület, ami azért létesült Káposztás megyen, hogy a metrót oda kiviszik. Nem tudom, hány tízezer család költözött oda ki a 80-as évek végén. Igen, Újpalotáról szintén nem beszélve. Igen. Tehát, hogy itt rengeteg elmaradt fejlesztés van, ami, hát egyébként mert már van, amelyik már 50 éve, de hát rengeteg az elmúlt 30 évben, és én ugye, ahogy az elején is mondtuk, hogy ennek a legtöbb része nyilván egy részben gazdasági problémák is, de nagyon sokszor az egymást követő vezetéseknek a ilyen pártpolitikai harcaiban látjuk ezt. Tehát mi azt gondoljuk, hogy Budapestnek egy olyan vezetés kell, amelyik nem pártpolitika színezetű, és tud 10-15 évre tervezni, és végrehajtani programokat, teljesen mindegy, hogy milyen kormány van éppen hatalmon, mert a Budapest vezetésre az a Budapest érdekeit viszi. Ez nem közlekedés politika, de engem érdekel, hogy sokszor ugye van a kerület, tehát egy igazgatási probléma, a kerületi és a főváros közötti ütközés, hatáskörök, elvonás. Ez szerintem egy baromi komplex helyzet. Van a szolidaritásnak erre megoldása? Van-e javaslatotok? Hát én azt gondolom, hogy lesz. Tehát ez egy nagyon komoly, ez egy nagyon komplex probléma, ez még a közlekedésnél is egy jóval komplexebb probléma. Én egy nagyon rövid anekdótát mondanék el, még annak idején, még nagyon régen ezelőtt, 15 évvel ezelőtt nekem volt a Csepeli hév végállomáson egy üzletem, amiben szerettük volna bevezetni a vizet. És hogy csak hogy a nézők ezt tudják, hogy mennyire bonyolult Budapesten vizet bevezetni, ami a bolttól 10 méterre volt.
És én elmentem a megfelelő hivatalba a fővároshoz, ahol elővettek egy tervrajzot, és tájékoztattak, hogy az én boltomnak a épülete, az a Csepeli, az a BKV területén áll. Az előttem húzódó járda, az a 21. kerület tulajdona, és a víz, ahonnan el kéne hozni 10 méterről, az a fővárosi önkormányzat tulajdona. És azt mondták nekem, hogy ahhoz, hogy ezt a három különálló szervet összehangolják, és hogy minden engedélyt megszerezzünk, és elvégeződjön az egy napos munka, az legalább 2 év, mire ez átpörög, mire átpörög a rendszeren. Tehát Budapesten maradjunk annyiban, hogy a kerületek, hogy a kerületek és a főváros, ez egy nagyon bonyolult rendszer ez a Budapest, hiszen ugye 23 önálló, vagy még, és még azokon belül is még különböző területekből állt össze ez a régió, amit most ma Budapestnek hívunk. Hozzávetőlegesen New York, ami a, azt hiszem benne lenne, a, azt hiszem 15. lenne az országok rangsorában, hogyha a gazdaságokat nézzük, és 10-15 millióan lakják, az 5 kerületből áll, ami majdnem 2 milliós fővárosunk, az 23-ból. Elképesztő sok átfedés van és bonyolultság van. Én azt gondolom, hogy erről én most bővebben nem beszélnék, mert ez egy nagyon ez egy hosszú beszélgetés, de én azt gondolom, hogy nem ördögtől való az, hogyha ebben egyszerűsítések történnének. Záró kérdésként mind a ketten elmondanátok, hogy mit tekintetek az első 1-2-3 legfontosabb problémának a Budapesten, amit meg kellene oldani? Elég csak egyet mondani, vagy mondhatsz 3-at is, Martin, ami éppen az eszedbe jut. Hát elsőként biztosan a nekem, mivel ugye főképp a Budapest közlekedésével foglalkozom, így hát elsősorban a közlekedés területén vannak olyan dolgok, amiket gyakorlatilag már szinte rögtön meg lehetne tenni. Mondanál egy példát? Természetesen. Hát ugye metrót építeni az sok idő, viszont addig is mindenképpen gyorsbuszjáratokat kellene indítani különböző kerületek, városrészeknek az összekötésére, még annál is sokkal kiterjedtebbet, mint ami ma van. Ez az egyik. A másik, ugye, amit említettem, az ugye a járatoknak a sűrítése, az egy elengedhetetlen probléma. Illetve ugye szintén, mivel, hogy mondtam, hogy metrót építeni, elővárosi vasutat építeni nem máról holnapra fogunk, addig is, hogy minél kevesebb problémát okozzon a városban, a gépjárműforgalomnak a akadálymentes haladását lehetővé kell tennünk azért, hogy kevesebb problémával szembesüljünk. Tehát, hogyha nagyobb kapacitáson később lesznek dugók, és kevesebb károsanyag kibocsátást fognak eredményezni. Sándor? Hát rengeteg ügy van, úgyhogy én most itt csak mondjuk 3-at emelek ki. Tehát ugye először is ki kell venni a várost ebből a nagy politikából és ebből a rosszáízű dologból, és Budapestet a szolidaritás városává kell tenni, ahol a belvárosiaknak és a külvárosiaknak és a turistáknak is és az agglomerációban élőknek az érdekeit, ezt igenis tudomásul kell venni, figyelembe kell venni, és ezeket össze kell illeszteni, és tényleg egymással szolidárisnak kell lennünk, hogy ez a város működjön. Ugye a második az nyilván az a közlekedés ügy, ami ez egy nagy probléma. Én harmadiknak most, de nem szeretek sorrendet tenni, de én még idehoznám a rozsdaövezeteknek az ügyét. Ez Budapesten, hát most már ez egy több mint, tehát nem is rendszerváltás, hanem már a rendszerváltás óta, de a rendszerváltás óta mindenképpen óriási probléma. Döbbenetes méretű ipari területek vannak, hát gyakorlatilag egyedül hagyva. Most elég csak, ugye én Dél-Pesten lakom, Pesterzsébeten, de most akkor a Csepeli gyár területéről beszélni, vagy a Soroksári út két oldalán található, Hubacsi út felett, egészen elképesztő állapotok vannak, de van még ilyen Budán is, van ilyen a 10. kerületben, óriási területek vannak ebben a városban, akik sebként vannak itt a város szövetében.
És én azt gondolom, hogy ezeket is, hát így 32 éve rendszerváltás után talán meg kellene oldani, hogy ezeket felszámoljuk és működőképessé tegyük és visszaadjuk a városnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nektek köszönöm szépen, hogy néztétek a podcastünket. Iratkozzatok föl, lájkoljatok, és itt a lent látható bankszámlaszámra, ha tudtok, akkor támogassatok minket. Köszi szépen. Szervusztok. Sziasztok.